húsvéti körkép, olcsóbb a tojás, mint a korábbi években, de az akciós sonkák sem hiányoznak a piaci bolti kínálatból. Pénzügyi felvilágosítás. Több ismert kereskedelmi lánc is csatlakozott ahhoz a piacfelügyeleti kezdeményezéshez, amelyet a Magyar Nemzeti Bank indított el. Szobrot avattak Tiszavasváriban. Az emlékmű Pongrácz Gergelyt ábrázolja, aki az 56-os forradalom és szabadságharc Korvin közi felkelőcsoportjának főparancsnoka volt. Olcsóbb a tojás húsvét előtt, mint a korábbi években. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A tojás darabjáért a vásárlás helyétől és a mérettől függően átlagosan 32-36 forintot kérnek, de a közelmúltban volt olyan év, amikor az ár meghaladta a 45 forintot is. Az akciós sonkák sem hiányoznak a piaci bolti kínálatból. Az eladók azonban azt tapasztalják, egyre többen keresik a magasabb árkategóriás, jobb minőségű termékeket. Magyarországon a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan az átlagos heti tojásvásárlás, ami 40 millió darab körül mozog, mintegy 50%-kal emelkedik meg. Vásárlás előtt azonban érdemes több helyen tájékozódni az árakról, hiszen a vásárlás helyétől és a tojás méretétől függően más és más árakkal találkozhatunk. A KSH adatai szerint 2015-ben húsvét előtt 391, tavaly márciusban pedig 385 forint volt 10 darab tojás átlagára. Most az ünnep előtt még olcsóbb a tojás, egy doboznyit, azaz 10 darabot átlagosan 360 forintért vásárolhatunk meg. Persze akad olyan hely, ahol 45 forintba kerül egy darab tojás. A húsvét előtti dömping már napok óta tart, valamennyi helyen hosszú sorokban állnak az emberek. Egyre nagyobb a kereslet, többen járnak vásárolni, szeretik a friss árukat, a termelőjárukat. Húsvét előtt a zöldséggyümölcs kínálat igen bőséges, sokan friss retekért állnak sorba, de a legtöbb vásárló nem indul el paprika, paradicsom nélkül sem. Az átlagárakat nem tartják magasnak a vásárlók, és az eladók is elégedettek. 1200 és 1500 forint körül mozog a paradicsom, tavaly is ugyanígy mozgott, a paprika az 1200-1300, 200-250 forint, a csípős paprika, az uborka 750 forint, tehát ugyanazokon az árakon dolgozunk, mint tavaly húsvét előtt. A legtöbben már megvásárolták a húsvéti alapanyagot a boltokban, piacokon. Hát az árak elég drágák, de már be is vásároltam mindent, úgyhogy hústól, zöldségtől, ami kell a háztartásban, minden. A tojás is megvan már? Meg bizony, megvettem a tojást is, igen. Püstölt húst általában veszik, ezt a kötözött sonkát, tojást veszünk, füstölt kolbász, zöld hagymát, retket, mindenfélét, ami húsvétre kell. Milyenek az árak? Hát aránylag elfogadhatóak. A húsvét egyik elmaradhatatlan étke a sonka, ezért a húsboltokban is jelentős a forgalom. A füstölt comb kilója 1400 forint körül vásárolható, a füstölt karaj pedig 1500 forintos áron. Ennek a húsboltnak az üzletvezetője és az eladók is azt tapasztalják, egyre többen keresik a minőségi termékeket. Változott a vásárlási szokás, egyre több vevő a inkább kevesebbet vesz, de a jobb minőségű termékeket keresi. A tömegárut egyre inkább, legalábbis nálunk nem tapasztalhatóan, egyre kevésbé keresik. Ez jellemzően most már a füstölt termékeknél nagyon érezhető. A csoki nyúl csoki tojás is keresett termék húsvét előtt, ezek kilónkénti ára például több mint 14 ezer forint, de persze van jóval olcsóbb édesség is, ezért érdemes körültekintően vásárolni. A nyíregyházi búzatéri piac nagypénteken is nyitva tart, bár akadnak majd olyan üzletek a csarnok részben, amelyek zárva lesznek. A szabolcsi megyeszékhelyen húsvét hétfőn valamennyi piac zárva tart. Több ismert kereskedelmi lánc is csatlakozott ahhoz a piacfelügyeleti kezdeményezéshez, amelyet a Magyar Nemzeti Bank indított el, és a lakosság pénzügyi ismereteit, fogyasztói tudatosságát kívánja erősíteni. Ez azért fontos, hogy hitelfelvételnél, többek között például az áruhiteleknél elkerüljék az emberek a rossz pénzügyi döntéseket. Havonta 12 ezer darab áruhitelszerződést kötnek a bankok, és nem kevés az akár 500 ezer forint értékű áruhitel sem.
Áruhitelről érdeklődnek az egyik nyíregyházi műszaki cikkeket forgalmazó áruházban. Kamatmentes hitelek, hitelkártyák segítségével egy helyszíni hitelbírálat után könnyen hozzáférhetők az áruhitelek. Áruházunkban is él a részletfizetésre történő vásárlás lehetősége. Cégünk három piacvezető hitelügyintézettel és pénzintézettel van kapcsolatban. A pénzintézetekkel karöltve cégünk folyamatos képzéseket és tréninget tart kolléganőinek, ezáltal ugye az ügyfeleknek a legmagasabb szintű hitelkijelzés, legnyomosabb szintű információnyújtást tudják biztosítani. A hitelek tekintetében az 50 ezer forinttól induló hitelekig egészen akár 200, 400, 500 ezer forintos hitelek is el tudnak menni a vásárlók. Ezek lehetnek televíziók, mosógépek, különböző nagyháztartási eszközök, illetve szórakoztatóipari termékek. Havonta több mint 12 ezer darab fogyasztási hitelszerződést közvetítenek ki a pénzintézetek. Ezért fontos, hogy több ismert kereskedelmi lánc is csatlakozott a Magyar Nemzeti Bank által indított kezdeményezéshez, ami a lakosság pénzügyi tudatosságát növeli és segít megelőzni a rossz pénzügyi döntéseket. A fogyasztási hitelek összege és a szerződések darabszáma is emelkedik. Fontos, hogy minél szélesebb körben eljussanak a hitelekkel kapcsolatos információk a fogyasztókhoz. Az áruházak honlapján és a helyszíneken is tájékoztató anyagokkal segítik az ügyfeleket, a vásárlókat. A vásárlók, a fogyasztók nem feltétlenül vannak tisztában azzal, hogy például egy hitelkártya hogyan működik, tehát magának a hitelkártyának, mint terméknek a jellemzői működése nem világos, és éppen ezért a használat közben szembesülnek például azzal, hogyha készpénzt vesznek fel hitelkártyával, annak nagyon súlyos kamatokat kell, költségei van. Ennek ezért például az egyik nagyon fontos üzenet, amit többet között az együttműködés keretében a kiadványainkon is terjesztünk ezeken a vásárlási helyszíneken, hogy például hitelkártyával lehetőség szerint készpénzt ne vegyünk fel, mert nagyon költséges, és ugyanígy elmondható, hogy például a hitelkártya használatnak a sajátossága az, hogy mindig van egy adott időszak általában 30 nap, amíg szabadon használhatjuk a hitelkeretünket, és ezt követően van egy 15 napos, általában 15 napos türelmi időszak, amíg lehetőségünk van ezt a korábban felhasznált összeget visszatörleszteni, illetve van egy minimum összeg, amit vissza kell fizetni. 30 országban, köztük Európában és a kontinensen kívül is elvégzett pénzügyi kultúrát vizsgáló felmérés szerint Magyarország felnőtt lakosságának egy része nem kellő körültekintéssel szervezi anyagi ügyeit. A fogyasztóvédelmi kiadványokkal ezen szeretne segíteni a Magyar Nemzeti Bank. Valódi rendet kell teremteni Magyarországon, hangsúlyozta nyíregyházi tájékoztatóján Gyüre Csaba, a Jobbik országgyűlési képviselője. A politikus kiemelte, a nyírt urai emberölés is megmutatta, az évekkel ezelőtt beharangozott rendteremtés nem valósult meg hazánkban. Azt gyanítjuk, hogy maga egy öregezés nevezetű bűncselekmény történhetett nyírt urán, és hogy ez mennyire élő forma Magyarországon, ez bizonyítja, hogy azóta már egy újabb haláleset történt, nem a megyénkben, de a szomszéd megyébe, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, ahol 86 éves nénit hasonló okokból, hasonló körülmények között gyilkoltak meg. Mi azt szeretnénk, hogyha minden nyugdíjas ember, akár egyedülálló, biztonságban éljen, és nagyobb rendőri erőkkel, nagyobb erővel kell fellépni, illetve már magában az oktatási rendszerben is be kell vezetni olyan új módszereket, amelyekkel már a fiatalokat arra kell nevelni, hogy ilyen bűncselekmény ne fordulhasson elő Magyarországon. Szobrot avattak az 1956-os hősök emlékére Tiszavasváriban. Az emlékmű Pongrácz Gergelyt ábrázolja, aki a forradalom és szabadságharc Korvin közi felkelő csoportjának főparancsnoka volt. A város önkormányzata 2,5 millió forintos pályázati támogatást nyert az alkotás elkészítetésére. Balogh Géza szobrászművész, Fülöp Erik polgármester és Murányi Levente 56-os szabadságharcos közösen adták át Pongrácz Gergely emlékművét Tiszavasváriban. A település a forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára meghirdetett országos pályázaton nyert támogatást a szobor állítására. Nagy örömmel vettük az értesítést, hogy támogatásban is részesült ez a kezdeményezésünk, mintegy 2,5 millió forint pályázati támogatást kaptunk, amelynek egy kis önerővel történő kiegészítésével tudtuk felállítani a mögöttem látható Pongrácz szobrot. Pongrácz Gergely a forradalmárok vezére volt, az ő vezetésében harcoltak a nemzeti függetlenségért a Korvin közben 1956-ban. Murányi Levente szabadságharcos test közelből élt át az eseményeket, fegyverrel harcolt a magyar szabadságért, 56 után több évig raboskodott.
Beszédében kiemelte, Pongrácz igazi vezéregyéniség volt a felkelők között. Bár sokan támadják ma már nyilván hátsó szándékokkal, de én ott, az ott élő, bár 16 éves gyerek voltam, de az ott élő ember, tudom, hogy a Korvin köznek a ellenállási hatékonyságát az ő szervezésében sokkal jobban működtető volt, sokkal jobban hatékonyabb volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a nemzeti szabadság céljait ő szolgálta a forradalmárok közül leginkább. Én őt tartom 56 legnagyobb forradalmi parancsnokának. A rendezvényen az is elhangzott, Pongrácz Gergely a legnagyobb létszámú ellenállási csoportot vezette, ahol öt testvérével közösen harcolt a haza függetlenségéért. Két személygépkocsi ütközött tegnap délután Nyírturánál. Az egyik autós nem adott elsőbséget a főúton szabályosan közlekedőnek, így ütköztek össze. A balesetben hárman könnyebben sérültek, az autók totál károsra törtek. Fülbemászó dallamok, gyönyörű jelmezek, nagyszerű koreográfia. Ez várja a közönséget a Hello Dolly szombati premierjén a Móri Zsigmond Színházban. A darabról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Ismét győzött, és a feljutást jelentő második helyre lépett előre a tabellán a kisvárdai futballcsapat. Révész Attila együttese a bajnokság 29. fordulójában lejátszott mérkőzésen a Csákvárt verte 1-0-ra. Kettős győzelemmel jutott a legjobb négy közé az NB2 keleti csoportjában a Sunshine Nyikse. A nyíregyházi kosarasok a debreceni 8 pontos sikert követően hazai pályán 124-41-re nyertek a Zicser Tigrisek ellen. Kovács Tibor együttese az elődöntőben a BKG Prima SE ellen lép pályára. Fülbemászó dallamok, gyönyörű jelmezek, nagyszerű koreográfia. Ez várja a közönséget a Hello Dolly szombati premierjén a Móri Zsigmond Színházban. Szente Vajk első nyíregyházi rendezése bizonyára a közönség kedvence lesz. Mrs. Dolly Rivály! Hosszú távú utcasarki átsorgásból származó viszerek, rövid távú megszüntetése, hivatalos közegeknek féláron! Dolly Levi minden idők legjobb házasság közvetítője útra kél, hogy praktikáival összeboronálja a magányos nőket és férfiakat. Így kezdődik a Hello Dolly című musical, melynek premierjét 1964-ben tartották New Yorkban. A világ egyik leggyakrabban játszott történetéből nagyszerű film is készült, az évtizedek óta tartó sikernek a rendező szerint több titka is van. Igazán emberi szerelmekről szól, és többféle emberi szerelemről szól. Konkrétan négy pár boldogságáról szól, hogy hogyan lesznek boldogok. És arról is, hogy van egy nő, aki ideje korán veszíti el a férjét, és ez a férje ez megtanította őt az élet szeretetére. És közben aztán kihull alóla, Dolly élete alól, és ő megpróbálja az őt körülvevő embereket megtanítani arra az élet szeretetre, amit ő a férjétől tanult. És mindeközben ő is sokat tanul ezektől az emberektől, akik botladozva, a szerelemtől botladozva próbálnak boldogságot keresni. Horváth Margit, aki Dolly szerepét alakítja, korábban úgy gondolta, ez a karakter nem igazán áll közel az ő egyéniségéhez. Most hogy csinálom? Tehát azt mondom, hogy ez mindent ver. Az összes eddig eljátszott ilyen zenés női szerepemet, ez mind, tehát színészileg, hangilag, tánc, tehát ez most tényleg így van. Tehát értem a jutalomjátékot is, hogy ez egy nagyon sűrű koncentrátum az elmúlt 25 év, amióta a pályán vagyok. Szóval ez egy olyan, és most tényleg érzem, igen. Tehát akik előttem vannak, azoknak tényleg azt tudom üzenni, hogy érdemes erre várni, mert ez egy csodálatos dolog ezt eljátszani. Csodálatos. Horász van der Gelder a Dúsgazdag üzletemben szerepét Puskás Tivadar játssza az előadásban. Nem nagyon szereti már a hölgyeket, ellenben meg kell, hogy nősüljön, mert érzi, hogy közeledik a vég, és magányos lesz, és nincs ki rá főzzön, mosson, takarítson. Vagyis kell egy asszony neki. A musical egyszerre klasszikus, tradicionális és rendhagyó, így nem csak az idősebb korosztály, hanem a fiatalok számára is rendkívül szórakoztató előadás.
Ismét győzött, és a feljutást jelentő második helyre lépett előre a tabellán a kisvárdai futballcsapat. Révész Attila együttese a bajnokság 29. fordulójában lejátszott mérkőzésen a Csákvárt verte 1-0-ra. A Kisvárda vasárnap idegenben a Bác ellen lép pályára. Jól kezdték a meccset a hazaiak, a 11. percben kis hián a vezetés is megszerezte a Kisvárda, Vári fejesét a gólvonalról vágta ki Pintér. Az első fél óra végén ismét közel járt a gólhoz a házigazda, Lukasz lövése a felső lécről vágódott a kapu fölé. A 45. percben megtört a jég, Talabér végezhetett el szabadrugást a 16-os vonala mellől, és lövése a kapu jobb sarkában kötött ki. A második játékrészben magabiztosan őrizte előnyét a Kisvárda, sőt a 75. percben Cseri végleg eldönthette volna a mérkőzést, az ittszer azonban kimaradt, de Révész Attila csapatának győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben. Nem engedem, hogy kockáztassunk. Egy nullán, ha van kontra lehetőségünk, kihasználjuk, hanem akkor le kell hozni a meccset. Kapott gól nélkül, ez azért mutatja, az elmúlt évforduló jól működött. Nyilván ez egy picit idegölőbb, mert a játékos szeretne menni, meg kell fognom őket, a nézők szalán elvárják, hogy végig birtokoljuk 1-0-nál, de össze nagyon sok ilyen meccsünk volt, amikor mentünk 1-0 után, és beestünk abba a hibába, a saját csapdánkba, az ellenfél kiegyenlített, sőt, még meg is fordította többször a meccset. Ezt most nem engedhetjük meg, ezért vannak olyan elemek, amelyeknek tapsolhatnak, nyilván a teljes 90 perc során nem csak nekünk kell támadnunk, hanem az ellenfél is ott van, ezért ezt figyelembe veszük, és hát olyan stabilitással játszunk, olyan határozottak a védőink, a középpályáink, hogy nem tudnak ellenünk helyzetet kialakítani, már sokadik mérkőzés, amikor a kapusunknak nincsen feladata. A vendégek edzője főként amiatt volt bosszus, hogy a mérkőzésen igazán nagy helyzetet nem tudtak kialakítani a hazaiak kapuja előtt. Főleg az első fél időben volt az, hogy nem jelentettünk veszélyt, ami bosszantó, hogy készültünk erre, tehát az, hogy játék ezen a pályán nem lehetséges, tehát mi megpróbáltunk futballozni helyenként, sok hibát követtünk el az első fél időben, bosszantó, hogy a 45. percben egy pontrugásból tudunk gólt kapni. A második fél idő volt az, amikor azt mondom, hogy kicsit be is szorítottuk a Várdát, lehet, hogy részükről tudatos volt, hogy magukra húztak minket, de ott azért talán már jobban veszélyesebbek voltunk a kapura. A hazaiak középpályása Mincér Tibor szerint a tabellán a Kisvárdánál hátrébb álló csapatok ellen is nagyon meg kell küzdeniük a győzelemért. Az MB2 most nagyon kiegyenlített. Az első kikaphat az utolsótól, és a kisebb csapatok is egy harces játékkal eredményt tudnak kicsikarni, mint akár múlt héten is. Ez a Csákvár meglepte a Puskást, és minden meccs ilyen. Próbálunk kevesebb hibával játszani, és mivel a pályánk sem alkalmas a folyamatos játékra, ezért, ahogy a mester is mondta, egy másabb partmódot választottunk. A forduló további eredményei a következők: Puskás Akadémia Vác 4-1, Kozár Mislen Grosics Akadémia 1-3, Cegléd Dorog 0-0, Budaörs Siófok 0-2, Soroksár Moson Magyaróvár 0-1, Szolnok Zalaegerszeg 3-1, Békés Csaba Szeged 1-0, Balmazújváros Nyíregyháza Spartakusz 2-1 és Sopron Cigánd 0-0. A tabella élén a Puskás Akadémia áll 59 ponttal, megelőzve az egyaránt 54 pontos Kisvárdát és Soroksárt. A Kisvárda vasárnap idegenben a Vác ellen lép pályára. Kettős győzelemmel jutott a legjobb négy közé az NB2 keleti csoportjában a Sunshine Nyikse. A nyíregyházi kosarasok a debreceni 8 pontos sikert követően hazai pályán 124-41-re nyertek az Zicser Tigrisek ellen. Kovács Tibor együttese az elődöntőben a BKG Prima SE ellen lép pályára. A kuparendszerű párharc első felvonásán 8 ponttal nyert Debrecenben a Sunshine Nyikse, így a visszavágón akár egy 7 pontos vereség is elég lett volna a hazaiaknak a továbbjutáshoz. Ehhez képest az első negyed végén már 21 ponttal vezettek a nyíregyháziak a tartalékosan érkező vendégek ellen. A folytatásban sem volt egy súlycsoportban a két csapat, a különbség folyamatosan nőtt, végül 83 ponttal győzött a valamennyi kosarasának játék lehetőséget biztosító házigazda. Az ellenfelünk nagyon tartalékosan jött el. Előtte hétvégén egyetemi meccsen volt két sérülésük a kulcsjátékosok közül. Egyik játékosuk már elutazott a hosszú hétvégére,
illetve én azt gondolom, az otthoni vereség is ezt kiváltotta, mert azt gondolták, hogy idegenben kevesebb szanszunk van, amire én azt gondolom talán esély is volt arra, hogy mi hazai pályán behúzzuk ezt a mérkőzést, de az alapszakasz két mérkőzését látva nagyon szoros meccset vártam, mert egy-egy győzelem volt hazai pályán mind a két csapatnak, és közel azonos szintű csapatokról lévén szó, ennek örülünk. A nyíregyháziak csapatkapitánya nehezebb meccsre számított, de szerinte a két mérkőzés alapján nem kérdéses, hogy melyik volt a jobb csapat. Készültünk az ellenfél erősségeiből, illetve gyengeségeiből, de úgy gondolom, hogy az idegenbeli meggyőző teljesítményünkkel bizonyítottuk, hogy nekünk van helyünk a négyben, és nem ennek a debreceni Zicser Tigriseknek. A Sunshine Nyíksi a döntőbe jutásért az alapszakasz győztes BKG Prémies ellen vív két nyert meccsig tartó párharcot. Az első mérkőzés április 19-én lesz Debrecenben, majd két nappal később Nyíregyházán a Bánki csarnokában találkozik egymással a két csapat. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Olcsóbb a tojás húsvét előtt, mint a korábbi években. A tojás darabjáért a vásárlás helyétől és a mérettől függően átlagosan 32-36 forintot kérnek, de a közelmúltban volt olyan év, amikor az ár meghaladta a 45 forintot is. Az akciós sonkák sem hiányoznak a piaci bolti kínálatból. Az eladók azonban azt tapasztalják, egyre többen keresik a magasabb árkategóriás, jobb minőségű termékeket. Több ismert kereskedelmi lánc is csatlakozott ahhoz a piac felügyeleti kezdeményezéshez, amelyet a Magyar Nemzeti Bank indított el, és a lakosság pénzügyi ismereteit, fogyasztói tudatosságát kívánja erősíteni. Ez azért fontos, hogy hitelfelvételnél, többek között például az áruhiteleknél elkerüljék az emberek a rossz pénzügyi döntéseket. Szobrot avattak az 1956-os hősök emlékére Tiszavasváriban. Az emlékmű Pongrácz Gergelyt ábrázolja, aki a forradalom és szabadságharc korvinközi felkelő csoportjának főparancsnoka volt. A város önkormányzata 2,5 millió forintos pályázati támogatást nyert az alkotás elkészítetésére. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 13-án csütörtökön. Friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk Önöket. Híreinket addig is megtalálják honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk kisebb esővel. A térségünk felett átvonuló hideg front mögött változó nedvességtartalmú levegő érkezik fölénk északnyugat felől. Az éjjel felszakadozik, csökken a felhőzet, majd estétől változóan felhős idő várható, zápor előfordulhat. Az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 plusz 3 fok között alakul. Reggelre általában 2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, zápor előfordulhat. Az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 fok körül alakul. Délutánra 15 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Változékony idő várható a következő napokban. Több hullámban érkezik fölénk nedves, egyelőre még viszonylag enyhe levegő, így a hétvégén és még húsvét hétfőn is a napos időszakok mellett többször lesz felhős az ég, és több alkalommal várható esőzápor. Napközben enyhe idő lesz, de éjszaka néhol fagyra számíthatunk. A folytatásban a jövő hét közepén hidegebb levegő éri el hazánkat, akkor sok lesz felettünk a felhő, és az eső mellett a magasabb hegyekben havas eső is eshet. Napközben kellemetlen szeles, hűvös idő várható, és erősödik az éjszakai lehűlés mértéke is, többfelé várható fagy.